Pállevelét olvasom a Kolosséiakhoz, harmadik rész, 5-től 11-ig terjedő verseit. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és fölöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. A megelőző versekben olvastuk, hogy meghaltunk a réginek, és föltámadtunk Krisztussal, el vagyunk rejtve ő benne, és onnan induljunk az életre mindig újra. Naponta is, meg minden új helyzetben, az igazi beágyazottságom az, hogy én Krisztusban kapok erőt, kapok látást, kapok életet. Ezért mondja az apostol aztán, hogy öljétek meg magatokban a paráznaságot, a kapzsiságot, a korábbi gondolkodásotokat, mert egykor ezek határoztak meg titeket. Itt nem moralizálásról van szó, hogy ennyi, ne tegyetek ilyet, mert ha nekem nincs új életem Krisztusban, akkor mondhatják ezeket, és én próbálgatom fogcsikorgatva is betölteni, de nem fog sikerülni. Tehát itt azt mondja, hogy nektek új lehetőségetek van. Nektek Krisztusban van egy olyan erőforrásotok és új életetek, amelyiknek hatalma van arra, hogy győzzön a kísértésekben is. Itt valóban egy folyamatról van szó, azt mondja, hogy mindig újra újuljatok meg a belső emberben. A megújulásotoknak az a menetrendje, hogy egyre jobban, mélyebben ismeritek meg Krisztust, nem lehet kiismerni végleg, itt egy olyan gazdagságról van szó, egy olyan mennyei valóságról van szó, amiben én belekerültem, és ezért ebben a megújulásban kapok én szabadságot. Arra, hogy ne a pénz szerelme, vagy ne a tisztátalanság, paráznaság, gonosz kívánság, bálványimádás, ne a régi indulatok határozzanak meg. Mondja is itt, hogy vessétek el magatoktól a haragot, a Krisztus gyermekének nem ezekkel az eszközökkel kell igazán harcolnia. Látjuk, ahogy Krisztus is a virág vasárnapi jelenetet, mikor kiverte a kufárokat, kivéve nem igen találjuk, hogy olyan indulattal harcolt volna. Hányszor mégis ez az indulat fog el. Engem is, mikor akár a Krisztus ügyéért, akár valamilyen dologban igazságtalanságot érzek, vagy egyebet, nem jól van, mert
mert itt világosan elénk adja, hogy a mi harci eszközeink már nem a régiek. És rendre ki is derül, hogy ezekkel a régi eszközökkel nem is jutok előbbre, és nem is lehet Krisztusban győzni. És azt mondja, hogy itt már nem a régi különbségek, körülmények, szolga és a többi, nem a világi szempontok határozzák meg az életünket, hanem azt mondja, hogy minden és mindenekben Krisztus. Itt nekünk hittel komolyan kell vennünk, hogy nem szöveg ez az egész, hogy elrejtve a Krisztusban, hanem élő valóság. És ha élő valóság, akkor éljek is vele, mert hiszen azért végezte el ezt, hogy itt a földi keretek között, ahol sokszor azt sem tudom, hogy most hogy is reagáljak, vagy ebben a helyzetben hogy döntsek. Azt mondja az Úr, hogy benne elrejtve harcoljam az életemet, és onnan szülessenek a döntéseim, onnan szülessenek a lépéseim a különböző területeken, az életem megnyilvánulásai.